beszélj, hallod, most beszélj, ha madárnak, ha falevélnek. Hosszú a nyár, rövid az élet, most beszélek, most beszélek. Vendégünk pedig a Győztes Kacander Nóra. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és nagyon gratulálunk. Én is köszönöm a meghívást. Két verssel indultál, illetve most akkor ezt versnek nevezzük, vagy dalnak, de két verses dallal, vagy dalos verssel indultál, és ugye itt téged díjaztak, tehát nem lehet megállapítani, vagy azt mondani, hogy az egyik versed nyert, hanem, vagy az egyik megzenésítés, hanem igazából te, mint előadó. Igen. Mit gondolsz, miért téged választott a zsűri? Hát nem tudom, kicsit stresszesen indult nekem ez a verseny, mert pont aznap vettem észre a pályázatot, amikor a leadási határidő volt. Úgyhogy hát próbáltam a tudásom szerint a legjobbat kihozni. Próbáltam két dallamos, de mégis úgy zeneileg egy összetett dalt készíteni. És ezek már megvoltak, vagy aznap készült el? Aznap készült el. Azért egy nap az 24 órából áll. Tehát mennyi idő hát alatt reggel, dobtad össze, bocsánat? Úgy van, hogy volt már pár ilyen kis dallam részletem, amiket így az elmúlt egy-két hónapban így dúdolgattam napközben. És hát pörgettem ugye a 2018-as antológiát, mert ugye abból kellett választani a verses antológiából reggel, mert hogy aznap le kell adnom. Úgyhogy pörgettem a verseket, és megláttam az egyiket, a Macskalesent. Nekem amúgy is van egy cicám, úgyhogy így körülöttem, így mászkált közben. Úgyhogy igen, ott ő volt a múzsa, igen. És akkor úgy bele tudtam illeszteni ezt a kis dallamot, de nyilván hát át kellett alakítani teljesen, úgyhogy hát meg a következőt is. Tapasztalatod volt benne, 17 évesen zenésítettél meg először verset. Mi az, ebben a műfajban mi a legnagyobb kihívás számodra? Hát nagyon fontosnak tartom, hogy tényleg ne egy, ahogy Báci Eszter is mondta, ugye, hogy ne egy hangos könyvszerű legyen az egész, tehát ne olyan legyen, mint hogyha most ezt így elszavalnánk, csak mondjuk van egy kis gitárkíséret alatta, hanem ez egy ugyanolyan pop dal legyen, vagy egy olyan dal, amit ugye mindenki tud élvezni, mint akármelyik a rádióban. Tehát, hogy ugyanolyan értékű ez esetben a dal, mint a szöveg. És tehát a te műved azon túl, hogy viszonylag gyorsan sikerült összeraknod, és hogy ott mászkált közben a macska, milyen szempontokat tartottál speciálisan ennek a két versnek a tekintetében? Megnéztem a zsűri tagokat, hogy kik lesznek. Csaltam egy picit. Okos, nem, amúgy ez tök jó kiindulás. Mi kell a zsűrinek? Szerintem, igen. Nagyon kedvelem Váci Esztert és a kvártettjét, és hát nyilván ugye akkor a jazzes dolgokat mertem abszolút bevállalni. Úgyhogy a Macskalesen az ez ilyen kis füstös, párizsi jazzes hangulatot idézett elő. Úgyhogy ez az mindenképpen, tehát reméltem, hogy be fog válni. És hát a Kántor Péter Egy madár repülnél pedig próbáltam ugye a gitárjátékra a hangsúlyt helyezni, picit ezt a spanyolosabb témát. Akkor abban is köszön vissza ez a kubai gitárhangulat, ami egyébként a sajátod. Igen, hát így ötvöztem az egyedi tanulmányaimat, tehát hogy mindenből egy pici fűszer. A kortárs versek fognak meg igazán, vagy azért választasz kortárs verseket, vagy ez most csak így jött ki, hogy felhívd a figyelmet az irodalomnak ennek a, hát nyilván mostani műfajára, nem egy József Attila verssel vagy Adival készültél, hanem megvan ennek az oka. Igen, kezdetekben inkább a klasszikus verseket zenésítettem meg, és az egyik volt osztálytársam, aki azóta dramaturgként dolgozik, és rendezőként, ő tanácsolta, hogy jó lenne egy picit a kortárs versek felé is nyitni, és hát aznap reggel, amikor az interneten böngésztem, hogy kortárs versek pályázat, akkor hanghordozók ki is dobta, úgyhogy gondoltam, hogy akkor most
most muszáj leszek valamit kihozni, meg akkor is, hogyha ma van a határidő. És te hogy látod amúgy, hogy a mai fiatalok azok hogy viszonyulnak a költészethez? Szerinted ezzel, hogy kicsit ilyen dallamosabb formába öntik, te dalformába talán jobban befogadják, vagy könnyebben? Igen, mindenképpen, tehát nem lesz olyan száraz, mint mondjuk csak így a tanórán olvassuk, lapozgatjuk, hanem ezzel meg lehet szerettetni velük így az egész tananyagot, vagy az egész irodalom órához való hozzáállásokat így meg lehet változtatni, mert nyilván nem minden verset lehet megzenésíteni, viszont ha egy-kettő tetszik nekik, akkor már azért a többibe is belelapozgatnak szerintem. Meg hogy rögzül egy vers így, nem? Hát a dalszöveget azt fújjuk egyből kívülről, még mondjuk hát olvasva. Hát szerintem sokan. Még egyszer gratulálunk. Nora. Köszönöm szépen. Köszönöm hozzánk, és egyébként az M5-ön május 18-án szombaton 18:10-től lehet majd a hanghordozók döntőjét látni, úgyhogy figyeljétek, nézzétek meg.